Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr ismét találkozott Navracsics Tiborral egy fotó tanúsága szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén. Távolról készült ugyan a fotó, de az látszik, hogy az Önök körében lévő Gémesi György mosolyog. Mi keltette, mi késztette őt mosolygásra, miközben Navracsics Tibor és Márki-Zay Péter találkozik? Igen, hát ez egy rövid készfogás volt csak, természetesen barátsággal üdvözöltem miniszter urat, és megkérdeztem tőle, hogy esetleg Lázár János kedvére egy fényképet akar-e csinálni, hát ezen mosolygott valószínűleg Gémesi úr. A Magyar Önkormányzatok Szövetségénél, meg az önkormányzatoknál általában mindig fölmerül az önkormányzatok finanszírozása, jogkörei, feladatai, és most van-e valamilyen aktuális hír ezzel kapcsolatban? Tehát például Hódmezővásárhely, hogy áll a központi források és az Európai Uniós források megszerzése tekintetében? Hát ami a legfontosabb, hogy természetesen a város működéséhez szükséges forrásokat megkapjuk. Itt a főispánúrral, a vármegyei főispánúrral elég gyakori találkozásaink vannak. Most a mezőgazdasági napokon váltottunk néhány szót, és most is gratulált ahhoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatunk megkapta a normatívát. Tehát azt látjuk, hogy a város azokat a forrásokat, ami nekünk alapból normatívaként a működéshez jár, azokat rendszeresen megkapjuk. Tehát e tekintetben nem lehet panaszunk, együttműködés a kormány és a város között emiatt mindenképpen van. Közmunkaprogramnak a támogatásáról, hosszabbításáról írtunk alá most szerződést, és a többi. Tehát ezek működnek. Ezen kívül ugye Európai Uniós források vannak, ami jár mindenkinek, minden városnak, így nekünk is. Most tulajdonképpen nem lehet panasz, hiszen két olyan útszakasznak a felújítása került még hozzánk, amit nem mi kértünk. Ez a Békés-Sámsoni útnak a megye területén, Vásárhely terület külterületén lévő szakaszának a felújítása, és a Maros-Lelei útnak legalábbis a Batidai kastély lejáróig való felújítása. Tehát ezek most uniós pénzből idén, illetve jövőre el fognak készülni. Nagyon örülünk annak, hogy nem a mi keretünkből, hanem még azon túl valószínűleg a Szentesi út is most hamarosan elkészül, megújuló, ott majd kerékpárút is épül. Tehát azért itt látjuk, hogy vannak olyan támogatások, ami megint csak jár a városnak. A TOP plusz forrásból nekünk ugye a kormány eredetileg csak 6 milliárdot szánt, de aztán az Európai Unió közbeszólt, és így 7,5 milliárdot fogunk kapni, vagy körülbelül 7,5 milliárdot, és még erre jön rá az a két út, amit említettem, több mint 1 milliárdos összeggel. Tehát összességében az Európai Uniótól is kapunk pénzeket, de itt azt is tudni kell, hogy többek között Navracsics miniszter úrral is azért beszélgetünk, mert hogyha a magyar kormány ezeket a pénzeket megvonná tőlünk, akkor a magyar kormány sem kapna az Európai Uniótól támogatást, hiszen a jogállamiság olyan mértékben sérülne. Tehát kénytelenek Lázár János kijelentés ellenére is kénytelenek támogatni Hódmezővásárhelyt is. Már csak azért, hogy az Európai Unió egyáltalán Magyarországnak hajlandó legyen egy fillért is adni bármilyen célra. És akkor végezetül vannak direkt uniós pályázataink is, kettőt adtunk be az elmúlt időszakban, ez is milliárdos nagyságrend összesen, de a jövőben fogunk továbbiakat beadni. Ezek a zöldítés, kékítés, tehát a vízfelületek növelése, illetve a vízgazdálkodás területén, illetve a zöldítés területén vannak ilyen lehetőségek. Ugye a szürkére, a betonra már az Unió nem ad pénzeket, de szerencsére nálunk azért például egy kerékpárút az még belefér ebbe a környezetbarát koncepcióba. Tehát arra például pályáztunk, most remélem, hogy nyerni fogunk, ezeket majd szeptemberben tudjuk meg. És végezetül lennének még itt kormányzati támogatások és források is, de nincsenek. Nincsenek azért, nem csak nekünk nincsenek, fideszes városoknak sincsenek, az ország olyan mély gödörben van anyagilag, ez a kormány annyira katasztrofálisan menedzselte az elmúlt időszaknak a minden más országnál nagyobb válságát itt nálunk Magyarországon, hogy ezért kell behozni akugyárakat, fegyvergyárakat, meg migránsgettókat, meg vendégmunkásokat, ugyebár, mert már csak így tudnak valami kis gazdasági növekedést összekapargálni. Sajnos a kormány mindent megszorít, nyugdíjprémium se lesz, ezt már most elmondták, megszorítások jönnek a választások után, úgyhogy mi azért szeretnénk, mi ezt a megszorítást nem vagyunk hajlandóak elfogadni, itt Hódmezővásárhely eddig is tisztességgel, kormányzati támogatás nélkül is gyönyörűen tudott fejlődni. Azok a városok, amik csak kormányzati támogatásból tudtak fejlődni, azok most bajba lesznek. Hódmezővásárhely önerőből megoldott eddig is, mi ezután is meg fogjuk oldani. Önerőből újítanak fel utakat, hoznak rendbe járdákat. Ez a program hogy áll? Hát sajnálattal tapasztaltam, hogy néhány pontja egy kicsivel lassabban haladt, mint kellene, és itt most őszintén szóval nyilván a szerződésnek megfelelő a haladás,
De azáltal, hogy mondjuk az egyik vállalkozó a hiánypótlást lassabban teljesítette, egy másik a fedezetet később igazolta le, így csak a választás után lesznek kész ezek a munkák, de innentől kezdve azt lehet mondani, hogy választás ígéret lesz a következő 5 éves ciklusra. De az idei 300 millió viccet félretéve, 300 millió forintos útfelújítási keretünkből 8 út szakaszt újítottunk meg, ebből 6 elkészült. Tehát tulajdonképpen nem lehet panaszkodni, hiszen még csak május van. Az Éva utca és a Kistópart utca az, amit még nem kezdtek el, a többinél, mint a Vörösmarty, teljesen készen van. Bajza utcában még a patkákat fogják csinálni, bejárókat csinálnak. Hattyas utca mellett ugye a Bánfi utcát és a Sarkantyú utca végét is megcsináltuk. Tehát nem is 6 utca, vagy nem is 8 utca lett, ha úgy tetszik, hanem plusz 2, de ezek persze szakaszok többnyire. Tehát én azt látom, hogy ezek az út része, a 300 milliós útfelújítás része az nagyon szépen halad. Egy vállalkozó volt csak, aki két utcával, a Kistópart végével és az Éva utcával csúszik, és ők valószínűleg nem lesznek kész májusban. A többiek ezt megcsinálták. A járda felújítási programunkban most kezdik majd az Oldalkosár utca mindkét oldalának kövezését. Ott a kertvárosi járdák azok, ahol tudom, hogy csúszás történt, ott a hiánypótlás miatt csúsztunk. Egy része készen lesz valószínűleg szintén májusban, de a többi majd júniusban el fog készülni, tehát az is halad szépen. Kistópart utca, Hottó utca is hamarosan indul, úgyhogy a járdafelújításunk is szépen halad előre. Vannak olyan szakaszok, amik pedig már elkészültek. Bartók Béla utca a Fórum ABC-ig, vagy például egy kis 70 méteres szakasz a Mária-Valér utcán, az elkészült. És ha bár az utak járdákat kérdezte szerkesztő úr, de szerencsére a közvilágításunk is úgy áll, hogy napokon belül Vásárhely egy negyedét érintően új takarékos, hatékony, nagy, jó megvilágítású ledes lámpák kerülnek majd föl a régi Eliosos korrupciós üzletben felszerelt Lázár Tibor-féle lámpák helyére. Ha az előző városvezetéstől örökölt adósságok törlesztésére nem kellett volna annyi energiát fordítaniuk, akkor mennyi utat, járdát tudtak volna felújítani? Ha nem is méterben, kilométerben vagy darabszámban, de összegben mennyit tudtak volna erre fordítani? A 300 millióhoz képest például. Igen, tehát a járdákat úgy tessék elképzelni, hogy az idén most 200 milliót költünk a járdákra, tavaly ennek valószínűleg a fele volt körülbelül, vagy még annyi sem, amennyit a járdákra tudtunk költeni. Az utakra idén 300 milliót költünk, tavaly biztos volt szintén 300 millió, tehát ha azt nézzük, hogy évről évre mondjuk 300 milliónyit költünk el, tavaly, igen, tavaly is 300 körül volt, mert 100 millió volt körülbelül a Tótmalom utca, 100 millió a Bordás utca, és azt hiszem, hogy 60 millió körül szerződtünk annó a 6 utcára, amit még emellett csináltunk. Tehát mondjuk tavaly 260, idén 300 millió, tehát nagyjából ezt a 300 milliós éves összeget számolva az utakra, és mondjuk egy 100 milliót számolva a járdákra, ez azt jelenti, hogy ez a 4, az hát egy 20-szor ennyit tudtunk volna megcsinálni, körülbelül 18-szor ennyit, tehát legalább 18-szor. 18 évnyi, mostani tempóval 18 évnyi mennyiséget tudtunk volna az elmúlt 6 évben megcsinálni pluszban, hogyha nem kellett volna a Lázár Jánoséktól megörökölt adósságot visszafizetni. Ez nem azt jelenti, tehát azt a könnyebbű lenne azt mondani, hogy a város összes útját megújítottuk volna, de hát azt tessék elképzelni, hogy ha most 8 utcát és kb. 6-8 járdaszakaszt megcsináltunk idén, akkor ezt tessék beszorozni 8-a, az ott már elég tetemes mennyiség. Tehát ez igen, kétség kívül nem azt mondom, hogy nem lenne felújítandó útszakasz Vásárhelyen, de hogy töredéke lenne annak, ami most, az biztos. Ez az adósság azonban halassan is, de csökken. Ez a biztató a jövőre nézve, tehát ahogy a kormányzat megszorít és válságba vitte az országot, és az unió legszegényebbjei lettünk, úgy Hódmezővásárhely egyre gazdagabb és egyre jobban áll, nem csak azért, mert az építményadó az növekedett, ugye politikai ellenfelem most az adó emeléssel kampányol, hogy az adó bevételeket szeretné növelni, ő azt mondja, hogy egy ciklus alatt megduplázná a város iparűzési adó bevételeit, ő persze úgy gondolja, arról nem beszél, hogy mennyi velem visszavezetnék az ingatlanadót, és mennyit kellene fizetni, mert ezt már láttuk, hogy megtették régen. De most az iparűzési adó bevétel, ugye ő azt gondolja, hogy ez azért növekedne, mert mondjuk ide hoznának akkumulátor, ilyen méreggyárakat, akkumulátorgyárakat. Hát ő azt mondta, hogy két közép nagyságú
vállalkozást szeretne idehozni. Igen, és hát azt gondolom, hogy csak Debrecenben a Fidesz vidéki fővárosába most már nem is 5, hanem 6 akugyárat visznek. Amikor Rezsa István erről beszél, akkor félő, hogy Vásárhelyre is akugyárat hoznának. Nem kérünk a méreggyárakból. Köszönjük szépen. Talajvizeket, levegőt megmérgezi, munkásokat lemérgezi, Isten őriz. Nem kell. Migránsgettókból se kérünk, amik ezekhez a gyárakhoz jönnek rendszeresen. Fognak jönni minden egyes külföldi üzemhez. Makóra is higgyék el. Debrecenben 50 ezer migránst fognak betelepíteni. Csak az idén 65 ezer migránst hoz be a Fidesz. Tehát minden esetre azért mondom, hogy nekünk ez a fajta Grezsa-féle iparfejlesztés nem kell. Nem kell a Grezsa-féle 300 fős parkoló a Kossuth tér közepére, és nem akarunk betonmonstrumot, egy történelmi, zöld, barátságos, hagyományos főteret szeretnénk. Grezsa Istvánt annyiban szeretném megvédeni, hogy ő akugyárakról nem beszélt. Nem mer beszélni róla, de a Fidesz 50 akugyárat akar behozni, Grezsa István nem nagyon tud mással kampányolni, mint akugyárral. De visszatérve, tehát ami a legfontosabb nekünk az, hogy hogyan akarnak ők ipar, mit állítanak arról, hogy ide milyen csodálatos gyárakat hoznának. 30 évig volt rá, hogy bebizonyítsák, egyet sem hoztak ide 30 év alatt. Lázár János az ország második legbefolyásosabb embere volt, és nem akart idehozni egyszer akart egyet, azt se tartotta be. Tehát egyszer ígérte meg, ugye egy 1500 fős munkáltatót idehoz. Nekünk van saját iparterületünk, és jön is ide, már most is vannak érdeklődők. Egyébként volt egy tavaly is, most is van egy titokban, ugye hát sokszor pláne Vásárhelyen nem mondják el, hogy ki áll ezek mögött, az érdeklődések mögött, de minden esetre megkerestek bennünket, hogy egy meg nem nevezett beruházó szeretné megvenni az egyik önkormányzati területet, hogy ezt ott iparvállalatot építsen. Mi, hogyha ez nem akugyár, akkor, bocsánat, engem keresett már meg egy másik is, aki egészen biztos akugyárat akart volna idehozni, de átláttam a szitán, és mondtam, hogy azt nem. Köszönjük. Egy olyan akkumulátor alkatrészföldolgozó, azt mondja, ilyen mindenféle hulladékföldolgozó, hát például akkumulátor, mondtam, hogy nem, köszönjük, az nem kell, méreg nem kell. Na, de mindesetre mi megvédjük a várost, nem csak az ATV-bűztől, nem csak a környezetszennyezéstől, hanem ezektől a migránsgettóktól is, és a többi. De visszatérve most a iparűzési adó tekintetében megnéztük, hogy az elmúlt 5 évben 1,8-szorosára emelkedett. A vásárhelyi cégek azáltal, hogy korrupciómentesen szabadon fejlődhettek, hogy mi nem akadályoztuk a fejlődésüket, 1,8-szorosára növekedett az iparűzési adó ebben a ciklusban. Úgyhogy, amit Grezsa István ígér következő ciklusra, azt mi gyakorlatilag megcsináltuk már ebben a ciklusban is. Úgyhogy újabb indok, amiért nem kell rászavazni. Próbaterem. Hogy áll a Hősök tere felől megközelíthető próbaterem ügye? Hát most a kitakarítás úgymond, tehát a bontás része az befejeződött. Itt most a következő, ez megint olyan nyilván, hogyha szépen ütemesen haladtunk volna, akkor ugyanúgy, mint a kőfal kivilágítása, vagy éppenséggel a Kossuth térnek a gyönyörű interaktív vizes játékokkal és zöld területtel való elkészítése. Tehát ezek kész lehettek volna, hát sajnos egyik esetben egy vállalkozó, másik esetben a műemléki hatóság engedélyeztetése. Tehát mindig megtalálják azt az utat, hogy addig húzzák, alasszák, hogy mondjuk a választásokig ne legyen kész. Itt is az történt egyébként, hogy ez a projektünk, ez majd a év hátralévő részében el fog készülni, tehát az én ígért határidőmön belül meg lesz a zenekari próbaterem, de a választásokig itt legfeljebb videókon lehet megnézni, hogy hogy áll a munka és hogy halad, de nagyon szépen, tehát két nagy terem lesz ott, ahol zenekarok tudnak próbálni, de egyfajta kamerateremként, akár színházi előadásokra, akár kluboknak, klubestekre is alkalmas lesz, és nem csak zenekari próbákra, hanem kis koncertekre is. Úgyhogy nagyon szépen halad, már most a bontás része, ahogy mondtam, elvégezték a bontást, száradnak a falak, hiszen itt a pincében a nedvesedés a legfőbb akadály, és ennek megfelelően fognak majd utána vakolni, burkolni, elektromos vezetéke hálózatot, fűtést kialakítani, úgyhogy ha nem is júni elejére, de júni végére, júliusra kész kell, hogy legyen. Ha a Városháza hatalmas épülettömbjének északi oldalára megyünk, akkor ott a pavilon épül, készül, de van a Kossuth téren egy másik beruházás is, ami viszont áll. Így van. Hát a pavilon sem lesz kész a választásokra, de megtekinteni már most is meg lehet kívülről, és már a hamarosan nyíltó sörfesztiválunk, ugye a hónap utolsó napjaiban, már sörfesztivál lesz a Kossuth téren, tehát akkor megtekinthetővé tesszük majd ezt a pavilont, tehát mindenképpen még használatba vételi engedélyt valószínűleg a kormány nem fog kiadni rá, hiszen 30 napjuk lesz rá, és még nem kezdődött el a 30 nap, és 30 nap múlva választás van, tehát valószínűleg a választás után kapunk majd csak engedélyt rá. Sok érdeklődő van, akik szeretnék kivenni, 4-5 vállalkozó is pályázott Vásárhelyen arra, hogy ezt a büfénket, ezt a kávézót üzemeltesse. Megtekinteni azonban már a sörfesztivál idején meg lehet. A
amikor... Bocsánat, még csak érdeklődtek, vagy már hivatalos pályázat is van? Amíg használatba vételi engedélyünk nincs, addig nem tudjuk hivatalosan leszerződést odaadni nekik, úgyhogy egyelőre csak előzetes felhívást tettünk közzé, és érdeklődéseket, regisztrációkat jeveztünk. Szóval minden esetre azt megtekinteni meg lehet, használatba venni azt majd valószínűleg júni végével lehet, de mindenképpen lesz egy komoly érdeklődés övezi, tehát biztos lesz egy vállalkozó, aki ezt üzemeltetni is fogja. És valóban a Kossuth térnek a nagyobb része az két olyan, vagy hát az a Kossuth téri projektünknek két része van. Ugye a Bakai kúttal kezdtük a felújítást 2 évvel ezelőtt, az csodálatos, zöld, gyerekek szeretik, ott ülnek, ücsörögnek, és a többi. A második rész az az Ótemplom körüli rész, ott már elkészült az Ótemplom körüli védőfalnak a felújítása, és az az átjáró, korten, acéllemezes, modern építészek által megtervezett átjáró, és a sétánynak is több, mint a fele az megvan. Ott még padok, lámpák, a sétány befejezése van hátra, illetve már most betonnal ki van rakva a régi bazársornak a helye, ugye, ami egyfajta kegyelettel adózás elődeinknek a bazársor, illetve a régi védőfal darab, eltűnt védőfal darab emléke iránt. Tehát lesz ott egy tábla, egy kis bemutató is. Nos, ezt a beton falat, ezt még téglaborítás fogja majd borítani. Tehát ennyi híja van még a 2. ütemnek, ez az Ótemplom körüli tér. És a 3. ütem az, ahol egyelőre csak vezeték, kiváltások, közművek, stb. Történt, tehát, illetve a bontás, a zöldítés érdekében, hiszen visszabontottunk a Tremtrain projektben szürke betonnal lerakott nagy felületekből. Lényegesen zöldebb lesz a város, mint volt eddig ennek következtében. Maga Kossuth tér is zöldebb lesz, mint hogyha egy beton könyvtárat, meg 300 fős parkolót építettünk volna oda. Szóval minden esetre az a rész áll rosszul, ott a medencének, ott lesz egy medence, ugyebár a medencének a kiásása, előkészítése, gépészetének elhelyezése, ugye ez van folyamatban, és itt akadt el a vállalkozó. Nyilván most türelmesek vagyunk, és megnézzük, hogy a határidőig tudja teljesíteni. Ennek a határideje azt hiszem, hogy július hónap, tehát július hónapig, hogyha tud teljesíteni, akkor van esélye, egyre kisebb esélyt látunk rá, hogy ezt fogja teljesíteni, és hát természetesen utána előbb kötbérezünk, majd felmondjuk a szerződést, ha ő nem végzi el, elvégzi más. Egy biztos, hogy ez nem lesz olyan, mint a Tremtrain projekt volt, hogy 5 évig föl volt durva a város, és nem lehetett közlekedni, hogy 5 évet csúszott a kivitelezés, és 5-szörösére drágult, ez volt a Tremtrain projekt. Az egy nyilvánvalóan egy Lázár János szerint is korrupciós üzlet volt. A mi szerintünk természetesen nem tudjuk fölülírni ezt, de az, hogy 5-szörösére drágul valami menet közben, az fölháborító. Ez nem fog előfordulni a Kossuth térrel, a Kossuth téren ígéretünket betartva, egy interaktív vizes felülettel zöldítés és parkosítás lesz, egy nagyon hangulatos rész. Ja igen, hát ami még elkészült ebből a nagyobb részből, és a sarokház előtt sokan emlékeznek rá, hogy mindig meggyűlt a víz, és ott reperezett aszfalt járda volt. Most már gyönyörű térköves járda és kiülős terasza van a sarokháznak, az elkészült. A Sörfesztivált már említette a beszélgetés korábbi részében, de a felvételünk után és az adás előtt egy sajtótájékoztatót is tartanak Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úrral erről. Mivel ezt úgyis csak már a sajtótájékoztató után látják a nézőink, mi fog ezen elhangzani? Hát ugye a legtöbbeket érintő és a legvonzóbb program a sok-sok különböző program között, nyilván a Sör mellett, az a Bobán Márkovics Orkesztra és a Betonhofi előadása lesz, valamint a Road együttes is fel fog lépni. Tehát legalább 3 nagyon ismert, országos hírű koncertünk is lesz. Ezen kívül további programok vannak, zenés és egyéb programok vannak, és ahogy említettem, meg lehet majd nézni a Kossuth téri pavilon büfénket is, vagy kávézónkat, sőt a Sörfesztivál alkalmával hétvégén is lehetővé tesszük azt, amit eddig mindig péntekenként engedtünk, hogy turisztikai céllal föl lehet menni a Városháza tornyát megnézni, illetve az új elkészült új erkélyét is. Vásárhelyeknek ingyenesen fogjuk biztosítani a Sörfesztivál alatt, hogy megnézhetik tehát a felújított Városházát, fölmehetnek a toronyba, kinézhetnek onnan, és megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett most úgy tervezzük, hogy lesz 1 vagy 2 olyan túra is, ami már sötétedés után. Én sem voltam, bevallom, tehát napközben voltam fönn, világosban voltam fönn a toronyban, éjjel még nem. Tehát fogunk itt most a Sörfesztivál alatt lehetővé fogjuk tenni azt, hogy kis létszámú csoportokban fel lehessen menni, és éjjeli fényeknél is meg lehessen nézni a Hódmezővásárhelyt 32 méter magasból. Mikor is lesz a Sörfesztivál? Sörfesztivál május 31, június 1-2, tehát május utolsó hétvégé, ha úgy tetszik, június első hétvégé egyben. Tehát... Ez felnőtt program, előtte viszont
gyereknapi program is lesz. Gyermeknap az egy héttel korábban van, és változatos gyermekprogramunk van, de ha már a gyereknap, aminek a részletes programjában nem mennék bele, sok érdekes, szép, jó program lesz, és természetesen civil egyesületeknek is mindig örömmel várjuk, hogyha kivételesen nem kampányolni akarnak, mint amiért meg is büntette a Választási Bizottság a Fideszt, hogy egy önkormányzati rendezvény területén politikai kampány folytatott, ami hát szigorúan tilos, valljuk be. Szóval minden esetre, hogyha nem politikai kampányt akarnak folytatni, hanem valóban a gyerekeken akarnak segíteni, esetleg abból a rengeteg közpénzből, amit kaptak a fideszes civilek, ugye valami 34 millió forintról beszélünk, tehát abból egy picit esetleg vissza akarnak csöpögtetni, és tényleg a gyerekeknek akarják adni, és nem zsebre tenni, akkor itt az alkalom, a gyermeknap alkalmából kijöhetnek, és itt is osszanak csokit, lufit, bármit, csak ne politikai felirattal. Úgyhogy gyerekeknek lesz program, hogyha valaki adakozni szeretne, akkor a gyermek étkeztetési gyűjtőszámlánkra remélhetőleg ismét legalább 200 gyermeknek a nyári gyermek étkeztetését lehet fedezni. Fogunk mi kiküldeni a szokásos adakozóinknak, nagyvonalú, nagylelkű adakozó vásárhelyeknek egy emlékeztetőt is, de innen is kérek mindenkit, hogy aki teheti, adakozzon a szegény sorsú rászoruló gyerekeknek a nyári étkezésére. Úgyhogy lesz gyermekprogram is, én mindenképpen ezt szeretném a figyelmükbe ajánlani. Még egy utolsó kérdés a szintén felnőtt program elsősorban, mintha sorozat lenne, sorozat születne a sütögetők átadásából, avatásából. Igen, a mai este a Mester utcán fogunk egy sütögetőt átadni, egy héttel ezelőtt is adtunk át egyet a Serház téren, de ugye ez általában hagyományosan leginkább bár közösségi sütögetésre alkalmas, tehát hogy még hetesházas környéken is, ahol valaki nem a saját kertjébe akarja beinvitálni a szomszédokat, hanem együtt kiülnek a játszótér mellé és szalonnát sütnek, vagy pillecukrot sütnek, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez még ezen a környéken is alkalmas. Még Szikáncson is telepítettünk egy ilyet, de elsősorban az emeletes házas környékek, lakótelepeknek egy jelentős szenzációja ez, hiszen ott szeretnénk azt elérni, hogy ezek az emberek, akik egyébként be vannak szorulva, úgymond a emeletes házakba és a többi, a természet közelébe és egymás társaságába kerüljenek, úgyhogy a következő időszakban több lakótelepi sütögetőt fogunk átadni. Minden csütörtökön mostantól a következő 7 héten át, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy ebben a hétben ez a mostani és az előző is benne van, de gyakorlatilag 7 alkalommal 7 sütögetőt fogunk átadni. Mindenki meg van hívva, a szalonnát, a nyársat és a kenyeret az önkormányzat biztosítja, valamint a gyerekeknek a pillecukrot is. Jöjjenek el, érezzék jól magukat, beszélgessenek, senki nincs onnan kizárva, tehát bármelyik politikai oldal jöhet, megint csak önkormányzati rendezmény, nem lehet pártpolitikai kampányt folytatni, de beszélgetni lehet. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Ha már a kampány érintőlegesen szóba került, akkor még egy utolsó kérdést hadd tegyek föl, ez kifejezetten a kampánnyal kapcsolatos. Ma küldtem ki a jelölő szervezeteknek azt az e-mailt, amiben tájékoztattam őket arról, hogy a Vásárhelyi Televízió milyen választási műsorok készítését tervezi, és ebben az egyik pont az volt, hogy amennyiben a polgármester jelöltek megállapodnak egymással, akkor a Vásárhelyi Televízió vállalja egy polgármester jelölti vita közvetítését. Ön részt vesz-e, részt venne egy ilyen polgármester jelölti vitában? Én nagy örömmel veszek részt, és Kovács Pál is bebizonyította már többször, hogy ő hajlandó részt venni ilyen vitán, úgyhogy azt gondolom, hogy amennyiben tudjuk ezt keretek közé szorítani, ami nem mindig sikerült, valljuk meg, akkor ez egy nagyon értelmes és értékes időtöltés lesz, de hogyha nem csak Kovács Pál lenne hajlandó kiállni, hanem az egyébként Lázárhoz köthető másik két jelölt is. Tehát amennyiben Grezsa István és Balogh Norbert is hajlandó lenne kiállni, akkor szerintem a három jelölt velem szemben még túlerőt is képez, tehát én ennek sem látom akadályát, nyugodtan jöjjenek el, és próbáljanak akár hárman ebben a vitában érvelni ellenem, vagy az eddigi eredményeink, vagy jövőbeli terveink ellen. Én nyitott vagyok, ahogy eddig is nyitott voltam rá. Eddig a bátorság és a nyíltság hiányzott a túloldalon. Remélem, hogy Grezsa István összeszedi magát, és most hajlandó kiállni egy vitára. Meglátjuk. Kovács Pálban egészen biztos vagyok. Nagyon örülök annak is, szeretném innen is megköszönni a Vásárhelyi Televíziónak, a Vásárhelyi Valóságnak és a Hotpressnek, a szerkesztőségének, a Vásárhelyi Médiacentrumnak, hogy korrekten állnak a választásokhoz, és nem folytják bele senkibe a szót. Egy olyan országban, ahol a közmédiában a
komplett ellenzéknek a képviselője 4 év alatt 5 percet kapott, egy ilyen országban ez egy kulturális forradalom, ez egy reform. Hogy mi nem egy diktatúrát, nem a hazudozást, nem a lejárató kampányt, a sárdobálást, a mocskolódást képviseljük, hanem a nyílt vitát és az ellenfelek program pontjainak az ütköztetését, hogy ők is megjelenhetnek itt, jelenjenek is meg. Tudom, nehéz hozzászokni azoknak, akik például az éj sötétjében lopkodják a plakátjainkat, ami nem csak aljas és politikailag nehezen magyarázható cselekedet, hanem anyagi kárhozás is igen komolyan. Tehát amikor például a Kútvölgyön, valamiért pont aznap este, amikor a Fideszes és két másik valójában Lázárhoz köthető szervezetnek a plakátjai kikerültek, akkor a miénk eltűntek. Ugye az is furcsa, hogy amikor 2 héttel ezelőtt lehetett kihelyezni a plakátokat, akkor mi kiraktuk azonnal, a többiek 2 hetet vártak, és aztán egyszerre rakták ki mind. Hát gyanús, hogy ezeket egyszerre szállították le. Ebből is gondolom, hogy lehet, hogy a finanszírozó is ugyanaz ennél a 3 Lázárhoz köthető ellenzéki. Ez azért mi csak ellenzéki az ön feltételezése. Ez egy teljesen véletlen lehet nyilván. Még egyszer mondom, hogy ezt április 20-án ki lehetett tenni. Ők vártak 2 hetet, és akkor mind a 3 egyszerre rakta ki. Ez lehet teljesen véletlen is, de gyanús, hogy nem az. Jó, de ezzel együtt én azt mondom, hogy ezzel sincs baj. Tehát ha Lázár János áll mindegyikük mögött, ezzel sincs baj. A baj azzal van, hogy ellopják a mi plakátainkat. A baj azzal van, hogy 2 szemtanú látta azt, hogy egy taxis jelöltnek a taxia és egy kosaras autó dolgozik azon a villanyoszlopon, ahonnan lekerült az én plakátom és fölkerült a fideszes jelölt plakátja. Ezzel már van baj. Hát nem tudom, hogy ki vizsgálhatja ezt ki. Mi főjelentést fogunk tenni, de tegnap fölhívta Benkő Zsoltot, fölhívtuk ezt a taxis kollégát is. A taxis kollega gyorsan engedélyt, megkérdezte a választ a Szél Istvántól, és visszatért azzal, hogy ők sose jártak arra, és nem is csináltak semmit. Már nem azt tagadja, hogy ő kirakta, hanem hogy bármi közel lett volna, vagy hogy az a jármű egyetlen az utcán lett volna, amit 2 szemtanú fölírta a rendszámot, hogy ott volt. Most ezt, amit ön mond, azt tekintsük ezt, úgy, hogy Szél Istvánt... Ez a rendőrség felé teszünk majd egy feljelentést, Szél István pedig hallgassuk meg erről, mert én nagyon szeretném, hogyha ők is arra buzdítanának mindenkit, amire én most innen is megteszem. Soha a másiknak a plakátját kérem, ezeket a plakátokat, amit drága pénzen vásárolt minden jelölt, vagy a másik 3 jelöltnek esetleg egy jótékony adományozó, ezeket a plakátokat ne, tessék nem megrongálni, és legfőképpen nem ellopni. Megpróbáljuk megkérdezni Szél Istvánt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy... Ő is jöhet vitára, hogyha Grezső István nem szeretne. Nyitottak vagyunk állok, arra is, hogy ő ugye listavezető, a kompenzációs listán, tehát miért ne? Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.